Államalapításunk évfordulójához, augusztus 20-ához közeledvén országszerte izgalmas programokkal készülnek e napot még különlegesebbé tenni minden család számára a szervezők. Városunkban is napokkal korábban kezdetét vette az ünneplés a már hagyománynak számító Szent István napi programsorozat keretében. A programok augusztus 18-án a Derecskei Gitár Kvartett színvonalas műsorával kezdődtek a Makkai János téren. A kvartett bár még csak nemrég alakult, a formáció tagjai évek óta jól ismerik egymást. Tudtuk meg Suba Sándortól, aki a zenekar megalakulásának körülményeibe is beavatta riporterünket. Mi már régen ismerjük egymást, mert mind a három tag hozzám járt, kis gyerekkorukban tanultak gitározni, mert most már befejezettek a tanulmányok. Összehoztunk egy kvartettet, egy programsorozatnak az záró akkordjaként, ez egy most június végén alakult tulajdonképpen nagyon friss formáció, egy ilyen átfogó, a pengetős hangszerekről, a gitárokról egy átfogó koncert, tehát állítottunk össze, ami a baroktól a napjainkig a jazz, a rock zenével bezárólag. És az olyan jól sikerült a június, hogy úgy döntöttük, hogy ennek legyen folytatása. Kaptunk egy meghívást most itt erre a térre, hogy megnyissuk az ünnepi sorozatot, úgyhogy ennek. Suba Sándor városunk művészeti iskolájának zenetanszakán a diákok több generációját is megismertette a pengetős hangszer használatával, bár az érdeklődés az utóbbi években egy kicsit alább hagyott a zenei tanszakok iránt. Ennek lehetséges okairól Sándort kérdeztük. Hát régen népszerű volt, most azért, amikor mióta a számítógép hódító útja elindult, azóta ugye kicsit küszködünk a tanszakokkal. Jönnek gyerekek, de nagyon hamar megunják, abba hagyják, nem motiváltak, tehát a régi szép időkben azért jobban tudtunk dolgozni, de hát az ember mindig reménykedik, hogy ez újra éled, és akkor meg mindig van a tanszakon egy-kettő-három olyan tehetséges gyerek, akivel öröm dolgozni, vagy ő is szereti a hangszert. És lehetőség van arra, hogy hát ha nem is professzionális zenész legyen, mert nem ez az elsődleges cél, de a hangszerrel megismerkedjen, közelebb kerüljön a zenéhez, a klasszikus zenéhez. Mi azért is csináltuk ezt a programot, hogy igazából klasszikus zene felől indítunk, de igyekszünk bemutatni, hogy a gitárral annyi mindent el lehet játszani, és olyan érdekes világ ez a gitárvilág és zenei világ. Hát remélem, hogy hat rájuk itt Derecskén, és meg mindenhol ez a gitármuzsika. A kvartett számára itt nem áll meg a munka. Számos fellépést terveznek még az elkövetkezendőkben. Ennek részeként a közelmúltban egy gitárgyártó céggel kötött megállapodás részeként hangszerbemutató körúton fognak részt venni. Igen, szeretnénk, most tervezünk majd egy gitárcéggel egy ilyen hangszerbemutató körutat. Ez még egy kicsit reklám is, de ugyanez a műsor megy, egy ilyen hangszerbemutató. Illetve hát majd fogunk frissíteni a műsoron, és hát ahol lehetőség van, igénylik ezt a zenét, és úgy látom egyébként, hogy itt mind a két koncertünk nagyon jó Derecskén, tehát Dáróban, ha elvisszük azért, ha összejön 100 ember egy kis térbe, akkor egy minőségi zenét tudunk nekik nyújtani mindenféle műfajból. Tehát tényleg a rockzene, a jazzzene, a Bach, mindenki megfér egymás mellett, Vivaldi, Mozart, hiszen minket összekapcsol a zene szeretete, az, hogy a hangszeren, gitáron játsszuk elő ezeket a mesterműveket, és ezt, ha jól csináljuk, én úgy érzem, hogy igen, akkor ez átjön a közönségnek az örömét, ugye meg tudjuk adni, mert nem kell feltétlenül nagy zenelátó vagy koncertlátogatónak lenni, vagy klasszikus zeneértőnek lenni, mert ezek annyira népszerű dallamok, hogy szinte mindenki ismeri. Thank you.
színvonalas koncertet követően a térre látogatókat piknik mozira invitálta a Derecskei Művelődési Ház. Az este során a többszörös Oscar és Golden Globe díjas Bohém Rapszódiát tekinthették meg az érdeklődők. A szabadtéri mozi ötletével egy közelmúltban megalakult szervezet kereste meg a művelődési házat, tudtuk meg Nádházi Tálas Csilla intézményvezetőtől. Nagyon különlegesnek tartottuk, amikor megkeresett minket a piknik mozi. Ez egy új szerveződés, akik nagyon sok településre kiajánlották ezt az új lehetőséget, tehát mi is azonnal kedvet kaptunk rá, hiszen szeretjük ezt az új főt, tehát hogy most lakjuk be, gyakorlatilag 3 éve csináljuk itt a rendezvényeket, és ez a felső részt úgy nem igazán tudtuk még, igaz, voltak már vásárok, de azonnal megtetszett így helyszínnek, hogy ez egy igazi piknik hangulat, és most szerencsére már itt vagyunk 18-án este, és igazolja is, hogy egyre többen érkeznek, tényleg piknik kosarakkal. Mi is készültünk egy kis padokkal, de természetesen ez az igaz, amit már lát az ember, hogy tényleg derecskei lakosok kijönnek és érdeklődnek. Én bízom benne, hogy a film is azért egy olyan klasszikus volt maga a Queen zenéje miatt, illetve egy azért egy Oscar-díjas alkotásról beszélünk, hogy ez is közrejátszott, és hát szerencsére most augusztus 19-e, 18-án azért a derecskeiek már hozzá vannak szokva, hogy azért mindig van egy közösségi program, amire feljöhetnek a városba. A piknik mozi szervezése hosszadalmas munkát vett igénybe. A cég munkatársai többször is jártak városunkban a helyszín felméréséhez. És hogy miért is erre a filmre esett a szervezők választása? Próbáltunk azzal is gondolkodni, hogy mindenképpen, ami még nem, tehát nem egy ilyen régi film, amit már mindenki látott. A cég szerint fontos, hogy a hölgyeket megcélozni a filmmel, de úgy gondoltam, hogy a Queen azért ez egy olyan történet, ami maga a zene, akár aki az együttes szereti, akár a filmet, tehát hogy ez egy olyan komplex választás volt, és remélem, hogy most beigazolódik, hogy tényleg igazunk volt, és jó választás volt a film. A nagy meleg ellenére is rengetegen látogattak ki a Makkai János térre. A filmvetítésen kisgyerekes családok, baráti társaságok vettek részt, sokan a piknik hangulat előidézéséhez takaróval és piknikkosára készültek a mozi élményre. Korábbi években mi elég gyakran jártunk moziba, ebben az évben talán csak 2-3 voltunk. Ezt az ötletet, hogy most itt gyakorlatilag a város főterén Derecske lakossága is egy ilyen piknik moziban részesület, nagyon jó ötletnek találom. A filmválasztást is, tehát a Bohém Rhapsody, amit láttunk mi már korábban moziban, nem csak film, hanem egyben talán ilyen koncertélményt is biztosít azoknak, akik erre kíváncsiak. Többfele beszéltem most a városban emberekkel, akik készültek erre. Tehát valóban úgy, hogy akkor egy kicsit kiöltözök, meg társasággal jövök, meg hozok egy kis nasit, tehát úgy, hogy valóban kikapcsolódjon. Én úgy gondolom, hogy már most látszik is, hogy gyülekeznek az emberek, tehát valószínűleg 8 órára majd megtelik itt ez a füves rész, és mivel az időjárás is nagyon kedvező, ezért ugye ki is csalja az embereket, és bízunk benne, hogy mindenki nagyon jól fog szórakozni. Thank you.